Brasnyi József vagyok, és nagyon be vagyok neked. Elnézést kérek. Villamosmérnök 1959-ben közvetlenül végzés után kerültem a kibernetikai kutatócsoporthoz, amikor az M3 már össze volt rakva, de még nem működött túlságosan megbízhatóak, úgyhogy még jócskán részt vettem a gép javításában és megbízhatóságának a növelésében. Erre a megszólalásra készülve találtam egy érdekes cikket az interneten, a PC Week orosz kiadásában egy 6 évvel ezelőtti számban. Ebben a szerző szerint az M3 volt az első olyan számítógép, amely a csináld magad mozgalom módszerei szerint készült. Valóban az 1956-ban elkészült három moszkvai gép után több intézmény is csak dokumentációt kapott. Itt a Dömörkő Gábor már említette, hogy itt került dokumentáció egy moszkvai kutatóintézetbe, Pekingbe a Magyar Tudományos, a Kínai Tudományos Akadémia és Budapesten és a kibernetikai kutatócsoporthoz. De az előzőekben ismertetett berendezéseken kívül volt még egy nagyon fontos darabja az M3 konfigurációnak, amelyik nem ezzel a házi módszerrel, tehát nem a kibernetikai kutatócsoportban készült. Ez volt egy ferigyűrűs operatív tároló, a Mozu 1000, amelyet már készen vásároltunk. Ez a Minszki gyárban készült, és 1961-től került gyártásba. Ezekből vettünk, illetve kaptunk egyet 1962-ben. Ez a Mozu 1000-ben a típusjel, az a megfelelő orosz szakmai elnevezés rövidítése, magyarra a mágneses operatív memória berendezésnek lehetne fordítani. Az 1000-es szám pedig a memória kapacitására utal. Ez a tároló 1024 darab 31 bites szót tudott tárolni, ami a ma szokásos mértékegységekben kb. 4 kilobájtnak felelnek meg. Ezen az ábrán az M3-hoz vásárolt Mozu látható a KKC Nádor utcai géptermében. A piros téglalap a tároló elemeket, a felügyírőket tartalmazó kockát mutatja. A többi része hozzátartozó teljes terjedelmes elektronika, amelyik az M3 szokásos alegységeivel készült. Alul a tápegységek, felül pedig a író-olvasó erősítők, a címregiszterek, a be- és kimenő regiszterek és a többi vezérlő elektronika. Következő ábra az egy rövid áttekintés mutat a ferigyűrűs memóriák működéséről, amit a jelenlévő laikusok számára szántam, de mivel ilyeneket úgysem látok itt, és az idő is sürget, ezt kihagyom. Csak annyit akarok elmondani, hogy a ferigyűrűs memóriák az új fejlesztésekben 1955 között voltak általánosak, a 70-es évek vége óta már félvezetős tárolók terjedtek el. Ha valaki az ábrát nézi, azért nem kell azt gondolni, hogy a ferdén berakott ferit gyűrűk egyike egy egyest és nullát tartalmaz, mert az egyes és nulla közti átbillentés nem azt jelentette, hogy a ferit magokat billentjük jobbra vagy balra, hanem a ferit gyűrűkben lévő mágneses erőtér fordult az óramutató járásával egyező vagy ellenkező irányba. Ezen az ábrán a méretek összehasonlítása kedvéért bemutatok egy ábrát, amely egy korabeli IBM berendezés látható. Ez az IBM 7302-es Core Memory-t, az IBM a 7030-as, más néven Stretch számítógépen fejlesztette ki, és ott használta először. Ez a típus 1960-ban jelent meg, de a memóriát később más típusokhoz is használták, például az IBM 360-os sorozathoz. Valószínűleg már egy kicsit tovább fejlesztve. De ahhoz képest, hogy maga a gép már tranzisztoros volt, a méreteket még mindig össze lehet hasonlítani a Mozuval, mert még mindig elég terjedelmes.
néhány adat a Ferit memóriáról összehasonlítva a Dom memóriával. Kapacitása az ugyanakkora volt, mint egy eredeti Dom memóriáé. A szóhoz is természetesen ugyanaz volt, mert hisz a számítógép ezt használja. Az elérési időben volt óriási különbség. Az átlagosan 10 millisekundumos Dom memóriás hozzáférési idők helyett, nem emlékszem pontosan őszintén szólva, de körülbelül néhány 10 mikroszekundum volt ennek a hozzáférés ideje, 50 mikroszekundumra satszoltam. Mivel a következő típusnál, az Ural 2-nél ott pontosan 25 mikroszek volt, hát megsatszoltam, hogy ez körülbelül kétszeres lehet, de nagyságrendileg és emlékezetem szerint stimmel az adat. A művelet is, a gépműveleti sebessége, nem a memóriáé, az ezzel a gyors hozzáféréssel a másodpercenketi 30-40 műveletről 1500 műveletre növekedett. A tápfeszültséget csak azért írtam be, mert ez 600 volt, már elég nagy egyenfeszültség, és a következő gépünknél, az Ural 2-nél ez 700 voltra növekedett, és ez már veszélyes volt. Egy ilyen veszélyes esetet az Ural 2-vel kapcsolatban lehetne elmondani, de az emlékeim szerint egy konkrét veszély a Egyetemi Számítóközpontban történt, amikor Könyves Tóth Pál kollégám Létráról javította az ottani Feri Gyűrűs tápegységet, és véletlenül hozzáírta 700 volthoz. Én meg alul ugoltam, és az oszcilloszkópon néztem a jeleket, és a Könyves Tóth Pál nyakamba esett, a maga 80-90 kilójával, neki semmi baja nem lett, de én napokig fájlaltam a hátamat. Ennyit a 700 volt veszélyességéről. A telepítés maga az igazából, én legalábbis nem emlékszem komoly problémákra. Az M3 az egy aszinkron rendszerű gép volt, tehát az, meg volt az az előnye, hogy elindított egy műveletet, megvárta, amíg az elkészül, kapott egy válaszjelet, és akkor továbbment. Tehát az illesztés elektronikailag igazából annyit jelentett, hogy mivel a mágnes dob továbbra is megmaradt operatív memóriának, hogy egy átkapcsolót kellett belépíteni, amelyek ezeket a vezérlőjeleket a két tápegység között ide-oda kapcsolta. A kábelezési munka az elég sok volt, mert az összes cím és tartalom vezetéket azt le kellett duplikálni, a 31 bites ide-oda vezetékeket, meg a címvezetékeket le kellett gyártani és beilleszteni. A bekapcsolás után az élesztés igazából szintén nem volt, nem emlékszem legalábbis nagyobb ügyekre. Gyakran fordultak elő bitvesztések. Olyankor, amikor egy adott helyen sok nulla beállítása után egyest akartunk beírni, akkor ez az egyes sokszor elveszett, és ez nem voltak megfelelő tesztprogramok, ezek megírása után azonban ezt a hibát is ki lehetett küszöbölni. Ennyit az ennyit az.